párhuzamosság. Készül az iskolai tanévre a kormány, több iskolaépületnek nincs működési engedélye. A miniszterek szalonoptimista kijelentésekkel mentik a menthetetlent. Kikosarazva, nem tárgyal az RMDSZ a szociáldemokrata párttal a Viorikádön Csilla vezette kormány támogatásáról. A PCD-ALDE koalíció reped, de kevés a kormánybuktatás esélye. Ünnepelnek. Valóra vált az unitáriusok álma Kolozsváron, szobrot kapott az egyház alapító, de ünnepel a Kincsesváros magyarsága is, vasárnapig pezseg a megyeközpont. Üdvözlöm Önöket a híradóban! A prefektusokkal és a tanfelügyelőségekkel tartott videokonferenciát Mihály Fifor miniszterelnök helyettes és ügyvivő belügyminiszter, valamint Valér Daniel Briáz megbízott tanügyminiszter. A téma a szeptember 9-én kezdődő iskolai év zavartalan megkezdésének biztosítása volt. A konferencián résztvevő tárcavezetők megbízatása egyébként egy héttel a tanévkezdés után lejár, így előre borítékolható a káosz. Romániában minden tanévkezdéskor szóba kerül az iskolai infrastruktúra némely helyen gyalázatosan rossz állapota, illetve az, hogy vidéken még mindig nagyon sok az olyan iskola, ahol nincs vezetékes víz és csatornázás, ezért közegészségügyi engedélyt sem kaptak ezek az intézetek. Hasonló infrastruktúrális okokból több iskolaépületnek nincs működési engedélye tűzvédelmi szempontból sem. A videokonferencián Mihály Fifor ügyvivő belügyminiszter dörgedelmes hangvételben szólította fel a prefektusokat és a főtanfelügyelőket, hogy minden felmerülő gondot oldjanak meg szeptember 9-éig. Figyelmen kívül hagyva, hogy ezek a problémák évtizedek óta fennállnak, és nem lehet egyik napról a másikra az eldugott falvakban bevezetni az ivóvizet, lefektetni a csatornahálózatot. Doamnelor și domnilor prefecți, vă deplasați în teritoriu. Prefektus hölgyeim és uraim, menjenek ki vidékre az iskolákhoz, a megyei főtanfelügyelővel együtt, a közegészségi igazgatóság képviselőivel, ott, ahol étkeztetés is folyik, az állategészségügyiekkel is, lehessek biztos benne, hogy személyesen győződtek meg róla, hogy mi történik a megyében működő iskolákkal. Hasonló szalonoptimizmus mutatott Valér Daniel Briáz ügyvivő tanügyminiszter, aki szerint nincs olyan sok probléma, és mindegyikre találnak megoldást. A számok azonban azt mutatják, hogy az országban 1489 iskolában nincs mosdó és mellékhelyiség. Nem hiszem, hogy olyan sok iskola lenne jelenleg, ahol még gondok vannak, és azt gondolom, hogy pontszerűen megvitathatjuk minden megyében, minden iskolában, hogy mi a teendő, hogy megtaláljuk a szükséges megoldásokat. A konferencián személyesen volt jelen Mircea Dusa, Maros megyei prefektus, aki a legnagyobb gondnak a megyében a római katolikus egyházat nevezte meg, mert több iskola működik visszaszolgáltatott ingatlanban. Közöttük van az Unirea főgimnázium, amelynek a bérleti feltételeiről nem tudtak megegyezni. A prefektus nagyvonalúan elfelejtette azonban megemlíteni, hogy az egyház azért tekinti semmisnek a szerződést, mert a város durván megszegte a bérleti feltételeket. Ott van a Marosvásárhelyi Unirea főgimnázium ügye, mert nem tudunk egyességre jutni a római katolikus egyházzal. Sem a polgármesteri hivatal, amely a működést finanszírozza, sem én, noha sokszor tárgyaltunk. Mivel nincs hosszú távú vagy haszonbérleti szerződés, akadályokba ütközik a működés biztosítása is. A 2019-2020-as tanév szeptember 9-én kezdődik. A vidéki infrastruktúra fejlesztési program keretében 864 iskola felújítását kezdeményezték, de eddig csak 54 munkálatot vettek át. Fel sem merül, hogy az RMDSZ a PCD-vel tárgyaljon a kormány támogatásáról, mondta Korodi Attila, a szövetség képviselőházi frakció vezetője. A politikus annak kapcsán nyilatkozott, hogy Viorikádön Csilla bejelentette, tárgyalni szándékozik az RMDSZ-zel arról, hogy támogassák a kabinetet. A szociáldemokrata párt tárgyalni fog Kelemen Hunor RMDSZ elnökkel a kormány parlamenti támogatásáról. Ezt nyilatkozta Viorikádön Csilla kormányfő pénteken Jászvásáron. A miniszterelnök annak kapcsán beszélt erről, hogy folyamatosan nő a feszültség a kormánykoalícióban, és megvan a felbomlás esélye.
Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakció vezetője szerint azonban a szövetségben fel sem merül a kormány támogatásának a kérdése. Nincsenek most ideje, helye. Én azt gondolom, hogy ezek olyan kérdések, amelyeknek a letisztázása megtörtént már ez évnek az első felében, és az RMDSZ határozott álláspontot fogalmazott meg, figyelembe véve azokat az elfogadhatatlan döntéseket, vagy döntés hiányt, amelyel a mostani kormányzás az ügyét és más kérdéseket tekintette. Arra a kérdésre, hogy tehet-e a kormány olyan gesztusokat, amelyekkel megváltozik a szövetség álláspontja, Korodi Attila ezt nem tartotta valószínűnek. Úgy vélte, a jelenlegi PSD-ALDE kormány stabil, de ha fel is bomlik a koalíció, Viorica Dönczülő kormánya talál más partnereket, például Viktor Pontáékat, hogy a többséget biztosítsa. Az Egyesült Államokba utazott ma Klaus Johannis államfő, aki holnap romániai idő szerint este 9-kor Donald Trump amerikai elnökkel találkozik. Az elnöki hivatal közleménye szerint a találkozón olyan témák kerülnek terítékre, mint az energiabiztonság, a védelmi kérdések, ennek keretében a Romániában állomásozó amerikai katonák számának növelése is, de szóba kerül a román állampolgárok vízumkötelezettségének ügye is. A két államelnök 2017. júniusában is találkozott Washingtonban, és a vízumok kérdése már akkor is felmerült, de nem történt előrelépés az ügyben. Viorica Dönczülő kormányfő kemény szavakkal bírálta Johannis elnököt, amiért az elutazása előtt nem egyeztetett a kormánnyal azokról a kérdésekről, amelyeket az Egyesült Államokban felvett. Úgy vélte, annak semmi értelme, hogy csak a közös fénykép miatt utazzon az elnök Washingtonba. Szerinte Johannisnak a hazatérése után be kell számolnia arról, hogy milyen konkrétumokra jutott amerikai tárgyalópartnerével. Felavatták Kolozsváron Dávid Ferencnek, az Unitárius Egyház alapítójának egész alakos szobrát. Ezzel a Magyar Unitárius Egyház 150 éves álma vált valóra. Ünnepi istentiszteleten mondtak köszönetet az erdélyi unitárius hívek az egyház alapítójukat megreformáló szoboravatásán. Gergely Zoltán szobrászművész büszke arra, hogy az elődei által megalkotott kolozsvári Mátyás szobor és Márton Áron szobor mellé ő is életre hívhatott egy neves erdélyi személyiséget. Elmondta, a 440 éve elhunyt püspök első egész alakos szobrát úgy kellett megformálja, hogy arcáról, alakjáról semmilyen kép vagy leírásos adat nem maradt fenn. Egy szobor alapvetően egyszerre több és kevesebb, mint a valóság. Egy szerkesztett, gondolatilag és formailag megépített, környezetében megépítkező plastikai jelenlét. Ezért a szobor nem Dávid Ferencet ábrázolja, hanem azt, amit 2019-ben szellemiségéről, életútjáról és rákoló eszmei örökségéről gondol. Gergely Zoltán szobrászművész alkotását a belvárosi unitárius templom és a János Zsigmond unitárius kollégium között kialakított kistéren állították fel, amelyet az unitárius egyház telkéből metszettek ki és nyitottak meg az utca felé. A szoboravató ünnepségen Bálint Bencédi Ferenc unitárius püspök kiemelte, Dávid Ferenc kolozsvár szülöttje és a 16. századi protestáns reformáció lázas éveinek igazságára éhező ember volt. Ő a reformáció igazi mintaembere, akinek életében ötvöződik a reneszánsz igazságeszménye a protestantizmus lelkiismeret központuságával. Munkásságának jelentősége kilép szűken értelmezett kora kereteiből, és egyetemes igényűvé válik. A püspök a szobor felállításához vezető rögös útról is beszélt, kiemelte, zsigeri elutasításokat és határozott nemleges válaszokat kellett fölülírniuk. Abban bízik, hogy a szobor nem csak emléket állít az egyház alapítónak, hanem az összefogás példaképe is lesz. Holnap helyezik örök nyugalomra Török Zsolt aradi hegymászót, akit holtan találtak szombaton a fogarasi havasok egyik szakadékában. A 45 éves hegymászó 5 nappal ezelőtt indult el a fogarasi havasokba, hogy megmássza a 2535 méter magas Negoly csúcsot. Török Zsolt az egyik legeredményesebb romániai hegymászó volt.
Török Zsolt az egyik legeredményesebb hazai alpinista volt. 3 évtizedes hegymászói múltja során részt vett számos expedícióban. Az ő nevéhez fűződik a hazai hegymászás legnagyobb eredménye. 2013-ban csapatával meghódították a világ 9. legmagasabb hegycsúcsát, a Himalájában fekvő 8125 méter magas Nanga Parbatot, mindezt oxigénpalack és sárpák segítsége nélkül, ráadásul a legnehezebb útvonalon. 2015 tavaszán a Mount Everest megmászására készült, amikor az április 25-i nepáli földrengés által előidézett lavina az alaptáborban hagyott sátrát és teljes felszerelését elsodorta, ezért le kellett mondania a csúcs meghódításáról. Az általa vezetett romániai csapat tavaly októberben feljutott a Mount Everest szomszédságában álló 7161 méter magas Pumori csúcsra. Augusztus 14-én indult el a fogarasi havasokba, hogy megmássza a 2535 méter magas Negoi csúcsot, amelynek egyik szakadékában találták meg holtan, miután több napig nem adott életjelet magáról. Török Zsolt 45 éves volt. Zsúfolásig megtelt a Kolozsvári Magyar Opera a 10. Kolozsvári Magyar Napok nyitó gáláján. A Kincses Város vasárnapig nem csak az erdélyi magyarság, hanem az egész magyar nemzet kulturális fővárosa lesz. Ezek a felvételek még tavaly készültek a Kolozsvári Magyar Napokon. Hamarosan ismét a magyarság fővárosává alakul át a Kincses Város. A jubileumi rendezvény megnyitóján Gergely Balázs főszervező az elmúlt 10 évet összegezte. Ha egy szóban szeretném összefoglalni, vagy sűríteni ennek a lényegét, akkor azt mondanám, hogy a tér. Szimbolikus, átvitt értelemben és a szószoros értelmében egyaránt. 2010-ben kimentünk és visszavettük a terünket, a főterünket, a tereinket. A Kolozsvári Magyar Napok hetében Kolozsvár nem csak az erdélyi magyarság, hanem az egész magyar nemzet kulturális fővárosává válik, jelentette ki Potápi Árpád, a miniszterelnökség nemzetpolitikájáért felelős államtitkára. Sok minden történt az elmúlt 30 évben, sok mindenre lehet megemlékezni. Ezek közül az egyik legkiemelkedő esemény az, hogy 2010-ben egy lelkes csapat döntött arról, hogy Kolozsvári Magyar Napok elnevezésével egy rendezvénysorozatot indít el. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, a rendezvény fontosságát próbálta érzékeltetni azáltal, hogy sokan az idő múlását a Magyar Napoktól a következő évi Magyar Napokig mérik, a rendezvénysorozathoz igazítva éves programjukat. Igen, vannak ma már olyanok, sokan, túlzás nélkül mondhatjuk, hogy ezrek, akik az éves időbeosztásukat a Kolozsvári Magyar Napokhoz is hozzáigazítják. Ekkora tervezik, hogy biztosan hazajönnek a világ megannyi tájáról, vagy eljönnek hazai és távoli vidékekről Kolozsvárra. A vasárnap záruló fesztivál keretében 133 helyszínen mintegy 630 program várja az érdeklődőket. A programokat a magyarnapok.ro honlapon vagy a Kolozsvári Magyar Napok telefonos alkalmazásán keresztül lehet böngészni. A sepsiszentgyörgyi Vox Humanae kamarakórus meghívására Háromszéken turnézik a Thesszaloniki Zeneművészeti Egyetem kórusa. A görögországi együttes Szingapúrtól az amerikai Carnegie Hall hangversenyteremig, Finnországtól a Dél-Afrikai Köztársaságig sok helyen fellépett, több nemzetközi megmérettetés díjazottja. A két együttes tegnap este közös koncertet adott a sepsiszentgyörgyi Unitárius templomban. Orbán György Ave Maria zeneművével köszöntötte a sepsiszentgyörgyi Vox Humanae kamarakórus, a 26 tagú női görög kórust. A lányok a Thesszaloniki Szent Cirill és Metód templom kórusában is énekelnek, melyet 1992-ben alapított Maria Emma Meligopulu karnagy. A kórus ez idáig több mint 700 koncertet adott világszerte, és több nemzetközi fesztivál aranyérmét seperte be. Egy olyan kórus látogatott meg minket, amelyik az egynemű karéneklésnek a világszintjét képviseli. A meghívott kórus Carnegie Halltól elkezdve
Szingapúr, Dél-Afrika nagyon magas igényű zenei közönség előtt lépett fel. Azokon a versenyeken, amiken részt vett, első díjakat nyert. A Sepsiszentgyörgyi koncerten a görög kórus egyházi zeneműveket énekelt, a reneszánsz kortól napjainkig, illetve kortárs görög zeneszerzők műveit adták elő. A kórust Nikos Zafranász, a Thesszaloniki Arisztotelész Egyetem docense és neves zongoristája kísérte. Nagyon boldogok vagyunk, és megtisztelő, hogy az önök országának ebben a régiójában vendégeskedhetünk. Erősen hiszünk abban, hogy a kultúra nagyon fontos a különböző nemzetek között, mert barátságok születnek. És fontos, hogy a kórusomban éneklő fiatal lányok tudomást szerezzenek más nemzetek zenéjéről. A két kórus barátságot és együttműködési megállapodást kötött, így jövő nyáron a Krakkóban nemrég bronzérmet nyert Vox Humana kamarakórus Görögországban koncertezik. Véget ért a harmadik Awake Fesztivál, amelynek a gernyeszegi Teleki kastély ad otthont. Az úgynevezett Butik Fesztivál idén is különleges színfoltnak számított a hazai fesztivál palettán. Ha kevesen is, de vasárnap is maradtak még szórakozni vágyók az Awake Fesztiválon. A gernyeszegi kastély udvarán harmadszor megszervezett butik fesztivál, a maga nemében egyedinek számít az országban. Idén sem az volt a fontos, hogy a legismertebb fellépőkkel színesítsék a zenei kínálatot, hanem az, hogy élményt nyújtsanak a fesztiválozóknak. Már elsőben is voltam, tehát ez a harmadik Awake. És igazából egész évben vártam, mert mindig elvarázsol a hangulata, maga a helyszín ugye magáért beszél, szóval egyértelmű volt, hogy jövök az idén is. A fesztivál utolsó napja családias hangulatban zajlott. Ez a pár például kisbabájukkal látogatott ki a rendezvényre, ahol például találkozhattak ezzel a szappanbuborékot készítő biciklivel. Azért látogattunk ki valójában, mert itt lakunk a szomszédban, és ha már hazajöttünk látogatóba, akkor megnéztük, hogy milyen ez a fesztivál. Hogy lássa a babánk is, aki egy éves, hogy milyen is egy fesztivál. Úgyhogy ez volt neki az első fesztiválja. Mandel Szabolcs, az Awake Fesztivál sajtóreferense hangsúlyozta, hogy már az kiemelkedő élményt nyújt a fesztiválozóknak, hogy a gernyeszegi kastély udvara ad otthont a háromnapos rendezvénynek. Folyamatosan miközben jártam a terepet, jó dolgokat hallottam, és konkrétan meg vagyunk győződve, hogy nekik tetszik, mivel ugye a Coffee with the Organizer minden reggel van, és például ma is megdicsérték, hogy nagyon tetszik a fellépői line-up, a helyszín, és nagyon szépen köszönik, hogy szervezünk és odafigyelünk dolgokra. Persze még mindig van mit tanulni, vannak kisebb-nagyobb hiányosságok, de ezeket folyamatosan próbáljuk pótolni. A Teleki birtok három napját a mesebeli hármas szám határozza meg, ugyanis három különböző stílusú színpad, három élményekkel teli nap jellemezte a harmadik Awake Fesztivált, amelyen egységbe szerveződött a zene, a művészet és a mesevilág. A zenei programok mellett a Teleki birtok évszázados fái között helyt kapott még egy szabadtéri könyvtár és a Nyugalom völgye, ahol bárki kipihenhette a bulik fáradalmait. Továbbra is veretlen a Sepsi OSK, sporthírekkel folytatjuk. Ha már nem kellenek Marosvásárhelynek, az edző és teljes sornyi játékos igazolt át az anyagi gondokkal küzdő marosvásárhelyi Csészé Mézterem labdarúgó csapatától a bolgár bajnok FC Várnához, amely augusztus végén a Bajnokok Ligája selejtezőiben játszik. A bolgár csapat kispadjára leülő Lucián Nikusán magával viszi Marosvásárhelyről Rözván Kötinyán kapust, de vele tart Szűcs László, Küsmödi Tamás és Szabó Zsolt is. A BL selejtezőben az FC Várna az egyik csoport házigazdája, célkitűzése, hogy bejusson az alapkörbe. Ehhez az izraeli Maccabi Tel Avivot és a grúz Tbilisi Georgians-t kell legyőznie. A távozóknak Szűcs László kivételével van BL tapasztalata, hiszen az egykori marosvásárhelyi City a színeiben már játszottak az európai sorozatban.
A bajnok kolozsvári CFR elleni mérkőzés után is megőrizte veretlenségét a Sepsiszentgyörgyi Sepsi USK első ligás labdarúgó csapata. A hatodik fordulóban játszott mérkőzés 1-1-re végződött. Egyik fél sem tudott nyerni a közvéleményben magyar csapatoknak tartott Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK és kolozsvári Csefere találkozóján, bár utóbbi klubban már jó ideje nincs egyetlen magyar elem sem. A bajnokok ligája selejtezőiben érdekelt Csefere Sepsiszentgyörgyön is a második garnitúrát küldte pályára, de ezzel is uralta mezőnyben a mérkőzést, és már a tizedik percben vezetéshez jutott Peun révén. Az OSK részéről Dylan Flor szabadrugásából egyenlített. Ezt követően a kolozsváriak veszélyeztettek többet, de Fejér kétszer is bravúrosan hárított. László Csaba edző úgy vélte, akár többet is elérhettek volna. Én úgy éreztem, hogy még akkor is, hogyha tényleg a Kolozsvárra játszottunk, aki a román bajnok, és most győzte le a Celticet, hogy több van a meccsben. Én reméltem a 3 pontot, én megmondom őszintén, minden mérkőzésen 3 pontot szeretnék, de nem vagyok elégedetlen az 1 ponttal. A Sepsi OSK tulajdonosa Diószegi László azt emelte ki, hogy miután az előző 2 idényben minden meccset elvesztettek a Cseferével, most először sikerült pontot rabolni tőlük, és 6 forduló óta nem vesztett meccset a csapat. Van 5 döntetlenünk és egy nyereség, ami váratlanek vagyunk 6. forduló után, ez nem történt meg még a Sepsi labdarúgásban, és remélem, hogy ahogy látszik, hogy a csapatban a játékosok hogy harcolnak és hogy akarnak, remélem, hogy sokszor fog a Szentgyörgyi közönség örülni ennek a csapatnak. A Csefere legközelebbi próbatétele holnap van, amikor 22 órai kezdettel a Slavia Prágát fogadja a BL playoff körében. A Sepsi OSK szombaton az Akadémia Klincsenhez látogat. A híradót látták, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.